Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damien a Dájdők. Ebben a videóban Norman J. Warren horrorfilmes rendezői filmográfiája kerül terítékre, egy toplista formájában. Tartsatok velem! Norman J. Warren 1942. június 25-én született Londonban, és az ő rendezői filmográfiája egyébként egyáltalán nem mondható túlságosan nagynak, ugyanis csinált egy pár rövid filmet, azok mellett pedig mindezesen 9 egész estés filmet rendezett, és abból a 9-ből 4 az vígjáték, akció, science fiction, illetve ezek keveréke, úgyhogy összesen 5 horrorfilmet csinált az ő karrierje folyamán. És ugye mivel ez egy top 5-ös lista, így lényegében azt az 5 létező horrorfilmjét rangsoroltam. És egyébként ő, mint rendező, leginkább a horrorfilmjeiről híresült el, tehát a horrorfilmjei azok, amiket leginkább ismer a közönség, és ugye ezek brit horrorfilmek elsősorban, hiszen ő is egy brit származású rendező. És tudtommal Magyarországon ezek a filmek nem jelentek meg semmilyen formában, de külföldről beszerezhetőek DVD-n is, Blu-ray-en is, az USA-ban is megjelentek mindegyik film, illetve Angliában is, meg még más országokban is. Nekem ez az angol díszdobozos Blu-ray kiadásom meg, ami összefoglalja az ő horrorfilmes karrierjét, tehát mind az 5 horrorfilmje benne van ebbe a dobozba. Blu-ray-en plusz rengeteg extrát kapunk hozzá, kis könyvet, pósztert, meg képeslapokat. Sőt, azt hiszem, hogy 1-2 rövid filmje is megvan még itt az extrák között, úgyhogy ez nagyon szépen összefoglalja tényleg az ő horrorfilmes karrierjét, interjúk is vannak vele, úgyhogy ha bárki kíváncsi Norman J. Warren életére, karrierjére, horrorfilmjére, akkor ez az a díszdoboz, amit elsődlegesen tudok tőle ajánlani. Persze ez már egy régebbi kiadás, ami 6000 darabra limitált, úgyhogy nem tudom, hogy még mindig kapható-e, de hogyha igen, akkor érdemes beszerezni. Ha pedig már nem, akkor egyesével is be lehet szerezni ezeket a filmeket, mert a Powerhouse Films, akik kiadták ezt a díszdobozt, ők mindig kiszoktak adni a limitált verziók után sima verziókat is. Úgyhogy lényeg, hogy be lehet szerezni a filmjeit külföldről. És akkor térjünk is rá a rangsorolásra, vagy hát ugyebár a top 5 horrorfilmes listára Norman J. Warrentől. 5. hely, az nálam a Bloody New Year című film 1987-ből. Az, hogy mi kerüljön az 5. helyre, az igazából egyáltalán nem volt nehéz döntés számomra, tehát rögtön tudtam, hogy ez lesz az a film, miután végignéztem mind az 5-öt. Egyébként amikor megvettem ezt a díszdobozt, akkor láttam először ezeket a filmeket, és ugye most a videó előtt újra néztem őket, tehát jelenleg 2-szer láttam mindegyik filmet ebből a dobozból. Szóval az 5. helyen a Bloody New Year, amikor legelőször hallottam erről a filmről, akkor azt olvastam róla, hogy ez egy slasher. És aztán megnéztem, és úgy nem igazán éreztem ezt a filmet slashernek, viszont azóta is több helyen is hallottam, meg olvastam, hogy valamilyen szinten slasherként hivatkoznak rá. És hát igazából most így másodszor is végignézve végül is rá lehet mondani, de persze nem ez a tipikus slasherről van szó, mint mondjuk egy Péntek 13, egy Halloween, meg ugye az azokhoz hasonlók, hiszen itt nem egy bizonyos gyilkos van, aki aztán üldözőbe vesz egy csoportot, itt ez egy egészen más típusú film. Ez egyfajta természet fölötti slasher, ami egy szigeten játszódik, ami egy óriási nagy időhurok, úgyhogy valamilyen szinte ilyen science fiction beütése is van a dolognak. Szóval röviden a történet az annyi, hogy van egy kis baráti társaság, 6 fő, akiknek a csónakja léket kap, elsüllyed, kiúsznak a partra, és egy szigeten találja magukat, ahol aztán azt remélik, hogy segítséget kapnak ott a hotelben, amire rátalálnak ezen a szigeten. Csak hát a hotelben az első furcsaság az az, hogy karácsonyi dekoráció van, meg szilveszteri dekoráció van, és közben július van, dátum szerint. És aztán sehol egy ember. És utána még bizarabb és furcsább dolgok kezdenek történni, és akkor persze elkezdődnek a halálozások is a filmben. Mint mondtam, ugye egy nagy időhurok van a szigeten, a filmben persze ezt megmagyarázzák, hogy ez miért és hogyan. Lényeg, hogy 1959-ben ebben a hotelben volt egy nagy szilveszteri ünnepség, és akkor ezért van ott ugye a karácsonyi dekoráció, meg az a szilveszteri dekoráció, tehát rengeteg szobában van karácsonyfa, meg minden ilyesmi, úgyhogy igazából még a karácsonyi időszakra is tudom ajánlani ezt a filmet, még úgy is, hogy ugye igazából júliusban játszódik.
Szóval 59 szilveszterekor történik valami, aminek a következtében létrejön ez az időhurok, és akkor lényegében összemosódik a múlt meg a jelen, és egy csomó furcsa dolog történik, meg egy csomó bizarr dolog. Maga az alapszituáció, a sztori, az igazából nem rossz ebben a filmben, csak véleményem szerint lehetett volna vele többet is kezdeni, vagy jobbat is kezdeni. Egyébként simán ezt tartom Norman J. Warren leggyengébb filmjének, vagy hát leggyengébb horrorfilmjének, de egyébként az extrák között el is mondja egy interjúban, hogy az egyik producert hibáztatja azért, amiért a film olyan lett, amilyen, mert nagyon beleszólt a dolgokban, nem úgy csinálta a munkáját, ahogy kellett volna, és hát lényeg, hogy nem úgy sikerült ez a film, ahogy ő azt eredetileg, a rendező eredetileg eltervezte, és hát tényleg érződik rajta, hogy ez a leggyengébb filmje. A színészek se feltétlenül a legjobbak, van benne egy-két gagyibb dolog, úgy történetben is, meg még egy-két egyéb helyen is, így a effektek, meg úgy a történések, meg jó pár dolog, ami így kicsit furcsán jön le igazából. Úgy úgy érzem, hogy jó az alapötlet, csak nem feltétlenül jó a kivitelezés, a megvalósítás. És hát tényleg így egy kissé bizarr slasher féleségről van szó, amit ugyan meg lehet nézni, de összességében nem érzem ezt egy nagyon jó filmnek. Úgyhogy ötödik helyen nálam a Bloody New Year van 1987-ből. Tény, hogy a helyszín az egyébként nagyon jó benne, a hotel, ez a, meg a karácsonyi dekoráció, a szilveszteri dekoráció, tehát van egyfajta klassz alaphangulata már maga a helyszín miatt is, meg ugye, hogy az az egész szigeten van, és aztán van egy-két jobb ötlet benne, egy-két jobb dolog, de tényleg összességében gyengének érzem. Aztán negyedik hely, az nálam az Inseminoid 1981-ből. Ez egy ismeretlen bolygón játszódik ez a film, ahol emberek ugye oda megérkeznek űrhajóval, és akkor elkezdenek mindenféle ásatásokat végezni, van ott nekik egy ilyen létesítmény, és akkor kutatásokat végeznek, csak hogy aztán elszabadul valami idegen dolog, és sorra fogyatkoznak, az emberek elhaláloznak. És persze itt is aztán egyre bizarabb dolgok történnek. Többek között az egyik női karakter terhes lesz, és hát eléggé gyors lefolyású terhességről van szó, és aztán persze nem emberi gyereket fog megszülni. Úgyhogy ez egy lényegében egy ilyen űrlényes horrorfilm, ami itt is picit érzem azt, hogy gyengébb, mint a többi filmje Norman J. Warrennek, tehát a Bloody New Year-hez talán közelebb áll ez, mint a többi horrorfilméhez, de egyébként egy eléggé szórakoztató filmről van szó, a gore effektek is egész jók benne, illetve jó a helyszín is, egy ilyen, egyfajta barlang helyszínen játszódik ez az egész film, és ezt igazából is egy barlangban vették föl, ilyen Londontól nem messze. Úgyhogy elég jó a helyszín, és elég sok szereplő van, tehát elég sok halálesetet kapunk a film folyamán. Úgyhogy összességében szerintem egy élvezhető és szórakoztató film, csak megvannak a maga hibái, meg gyengeségei azért, így érződik rajta. De egy egész gazdarab azért összességében. Aztán harmadik hely, az nálam a Prey 1977-ből. És itt egyébként elgondolkoztam egy kicsit, hogy a Prey vagy az Inseminoid legyen a harmadik hely, illetve hogy a Prey vagy az Inseminoid legyen a negyedik hely. Mind a két film hasonló témája, ugyanis ebben is egy űrlény van, csak ez a Földön játszódik. És lejön a Földre egy UFO, leszáll, és akkor ott abban van egy űrlény, ami felvesz egy emberi alakot, és aztán az összetalálkozik az erdőben, ez is Londontól nem messze játszódik, összetalálkozik két lányjal, akik egy leszbikus pár. És ők vidéken élnek egy hatalmas nagy házban. És akkor az egyik lány az nem teljesen biztos a saját beállítottságában, szexuális beállítottságában, illetve valószínűleg ugye vonzódik a férfiakhoz is, nem csak a nőkhöz, illetve nem egészen van megelégedve a jelenlegi életével, illetve a párja is olyan, hogy ő meg nagyon ragaszkodik a barátnőjéhez, az élettársához, nagyon ragaszkodó típus, és már túlzóan, illetve túlzóan féltékeny típus. És akkor ez ugye konfliktust szül a kettőjük között, és kiderül egy-két dolog a múlttal kapcsolatban is, hogy talán az a féltékenyebbik
lány valószínűleg elkövetett valami bűnt a múltban, de nem 100%-osan biztos még a dolog, és akkor lényeg, hogy itt megy a konfliktus a két lány között, közben úgy összetalálkoznak ezzel az idegen lényjel, és akkor a két lány révén ismeri meg ez az idegen lény az emberiségét, az emberi szokásokat, meg a emberi ételeket, meg ilyeneket, és lényegében ezt látjuk az egész film alatt, hogy a két lány vitatkozik egymással, meg nincsenek igazából nagyon jól meg egymás mellett, miközben az a idegen lény ugye egy férfiként néz ugye ki, egy emberként néz ki, nézi őket, figyelemmel kíséri őket, tanulmányozza úgymond őket, de persze megvan a maga célja, hogy miért is jött a földre, és hát eléggé erős gore jelenet azért van itt is, van egy-kettő rész, ami talán túlzóan el van nyújtva, például a tóban lévő jelenet, hogyha láttátok a filmet, akkor tudjátok, miről beszélek, ha meg nem, akkor ugye direkt nem árulom el, ugye nem akarok spoilerkedni. Szóval ez egy lassabb film, mint az Inseminoid, viszont határozottan jobb rendezés meg minden szempontból, mint az Inseminoid, és hiába szórakoztatóbbnak tartom az Inseminoidot, de ez a jobb film, és végül is emiatt döntöttem úgy, hogy ez lesz a harmadik hely, és az Inseminoid a negyedik hely. Úgyhogy érdekes látni a három főszereplő között így a kapcsolatot, hogy miként viszonyulnak egymáshoz, meg hogy az idegen lény ugye miként látja az embereket, és hogy hogyan viszonyul ő hozzájuk, hogy hogyan vélekedik ezekről a dolgokról. Például az egyik jelenben a két lány beöltözteti ezt a idegen lényt, aki ugye egy emberként, férfiként néz ki, beöltöztetik nőnek, női ruhákba öltöztetik, és aztán úgy buliznak, meg táncolnak, tehát így vannak így fura dolgok, úgyhogy nem feltétlenül ugye ez a két lány a legmegfelelőbb arra, hogy megismertessék a emberi szokásokat, meg mindent egy idegennel. De talán pont emiatt érdekes ez a film, és eléggé furcsa befejezése van, eléggé érdekes befejezése van. Második hely, Satan's Slave, 1976-ból. Ez Norman J. Warrennek az első horrorfilmje, de nem az első filmje, ezelőtt ő már rendezett azt hiszem talán két másik filmet, meg ugye a rövid filmeket is. Ez szerintem egy nagyon jó film, ami egy boszorkányos horrorfilm. Van benne egy, azt hiszem, hogy 20 év körüli lány, talán pont most lesz ugye a születésnapja a napokban a film története szerint, és a szüleivel elutazik vidékre a nagybácsihoz, akit még soha nem látott. És a nagybácsinak van egy fia, meg van még velük egy nő is, aki segít nekik mindenféle dologban, és aztán az odafelé vezető úton autóbalesetet szenvednek, és csak a lány éli túl, tehát a szülei meghalnak, és akkor persze a nagybácsi befogadja őt, de teljesen idegen számára ugye ezek az emberek, nem látta még őket soha, és annak ellenére, hogy unokatestvérek, mégis a nagybácsi fiához elkezd vonzódni ez a lány, és összejönnek. Viszont aztán persze kiderül, hogy ezek az emberek, a nagybácsi meg a fia nem igazán azok, akiknek mondják magukat, és hogy megvan a hátsó szándékuk. Ez egy egészen jó film szerintem. Itt is van elég erős gore jelenet, illetve Norman J. Warren nem fogja vissza magát mesztelengedés szempontjából se egyébként ebben a filmjében sem, és szerintem eléggé hatásos a befejezés is, és kasszul össze van rakva, ugye mint mondtam, egy baszatkányos horrorfilmről van szó. És aztán első hely, ami nekem a legjobban tetszik Norman J. Warren horrorfilmjei közül, az a Terror. Megfigyelhető egyébként ez alatt az öt horrorfilmje alatt Norman J. Warrennek, hogy vannak bizonyos ilyen horror alműfajok, alkategóriák, motivumok, amik visszatérnek, ugyanis ugye sorba haladva a Satan's Slave az ugye egy baszorkányos film, aztán jött a Prey, amiben meg ugye egy idegen lény van, és akkor utána jön a Terror, ami megint csak baszorkányos, viszont ez egyben egy slasher film is, és egyébként ezeken az 78-as. És aztán ugye az Inseminoidban megint idegen lény van, míg aztán a Bloody New Year az meg ugye megint slasher féleség. Úgyhogy nagyjából ezek visszatérnek, ugye a slasher, a baszorkány, meg az idegen lény, ez így ugye mindhárom kategória kétszer is megjelenik az öt filmjében. Szóval a Terror az egy olyan horrorfilm, amit a készítői azt mondják róla, hogy az olasz horrorfilmek inspirálták, például a Suspiria Dario Argentótól, és hát látni is rajta például a színek használatában egy-két beállításnál, meg minden.
meg ugye a történetvezetésben is, ugyanis történik az elején egy ilyen szenzféleség, illetve egy gyilkosság, és aztán még további gyilkosságok jönnek, viszont nem igazán mutatják meg ugye a gyilkost, meg a fekete kesztyű ott van a kezen, mint ahogy azt az olasz horrorban ugye sokszor lehet látni, és aztán maga a történetvezetés is eléggé bizarr. Követik egymást a különböző események, és nem feltétlenül van normális összefüggés közöttük, tehát így egymásra dobálják a dolgokat, de ez az összevisszaság egyébként nem zavaró szerintem. Jók a karakterek benne, meg így a karakterek egyébként ilyen filmstúdióban dolgoznak a többségük, meg modellkednek, színészkednek, stb. Úgyhogy érdekes közegben játszódik a történet, és aztán ugye egyre több ember hal meg ezek közül, akik így egy ilyen nagy baráti társaság, akik így sok folyton összejárnak, és hát a végére is igazából teljesen ilyen bizarr dolog kerekedik ki az egészből, ugye mi mondtam valamilyen szinten, ez egy boszorkányos film, úgyhogy eléggé nagy összevisszaságnak lehetne mondani valamilyen szinten, de ugyanakkor mégis összeáll a sztori a végére, és egész jók a beállítások, a fényképezés, a színek használata, meg minden, tehát tényleg érződik rajta így az olasz horrorok, illetve ugye Argentónak a munkássága, a Suspiria hatása, meg ilyesmi. Úgyhogy egy klassz kis természet fölötti slasher, némi boszorkányos beütéssel. Nekem nem mondanám azt erre a film, hogy ez lenne a legjobb filmje Norman J. Warrennek, de nekem határozottan ez tetszik tőle a legjobban. A Terror 78-ból. Nos hát, ez volna Norman J. Warren rendezői horrorfilmes filmográfiája. Ez az 5 film, és én így rangsoroltam őket. Nekem így tetszenek ebben a sorrendben. Hogyha ti már láttátok ezeket a filmeket, akkor hozzászólásba írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek róluk, nektek hogy tetszenek, hogy rangsorolnátok őket, milyen sorrendbe tennétek őket, és hogyha még nem láttátok őket, akkor igazából én tudom őket ajánlani, mert eléggé érdekes filmek. Azt, hogy kimondottan rossz lenne bármelyik is, aztán nem mondanám. Egyedül a Bloody New Year az, ami inkább alsó-közepes szintet képviseli, a többi az azért jobb, főleg az első 3 filmje azok tényleg sokkal jobbak. Az Insanity, hogy megmondjuk, hogy egy erősebb közepes. Úgyhogy igazából tudom őket ajánlani, hogyha szeretitek a mindenféle bizarr dolgokat, a brit horrorfilmeket és a furcsaságokat, már azért akad ezekben a filmekben ilyesmi bőven. Meg hát ugye, mint mondtam, boszorkányos témák, idegen lények, slasherek, akkor ha ezeket szeretitek, akkor mindenféleképpen ajánlat a megtekintésük. Nos hát, ennyi volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket, hogyha mondjuk tényleg írnátok ezekről a filmekről, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!